Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Niedermüller Péter, a DK Európai Uniós képviselője. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Találkozott már Varga miniszter úrral, gratulált neki a győzelméhez? Gratulálni nem gratuláltam, de találkoztam vele a kampány alatt kétszer is talán. Kicsit beszélgettünk egymással, sőt elvitt egy rólam készült ilyen reklámanyagot is, úgyhogy nagyon barátságosan elvoltunk egymással, igen. Így is kell. Az Európai Unióban a képviselők barátságosan közlekednek egymással kinn a folyosón? Hát a döntő többségük rendkívül barátságosan, igen, vannak természetesen kivételek. Ugye abban van egy konszenzus minden demokratikus frakció tekintetében, hogy a szélső jobboldali Marine Le Pen és társaival a frakciójával nem nagyon barátkozunk, de gyorsan hozzáteszem, ők se velünk, tehát az azért egy másik dolog. Az összes többi párt, frakció az nagyon normális, baráti, emberi viszonyban van egymással, igen. A néppárti képviselőkkel gondolom teljesen emberbaráti kapcsolatokban vannak. Ez azt kell, hogy mondjam, hogy a néppárti képviselők döntő többsége az alapelveket tekintve ugyanolyan értékeket és normákat követ, mint mindenki az Európai Parlamentben. Nincs e tekintetben nagyon lényeges különbség. Nyilván vannak eltérések, de lényegi különbségek nincsenek. Ön szerint szükség volt arra, hogy a szocializmus évei után Marxról beszéljenek, és előkelő urak Marxról tartsanak beszámolót? Nézd, én azt gondolom, hogyha mostan így félretesszük az ideológiai hovatartozásainkat. Marx Károly az egy filozófus, társadalomkutató volt, akinek ugye azt írta valamelyik újságtán a Magyar Hírlap. Egy forintot nem ért volna. Még az is lehet. Olyan lusta volt, hogy nem írt volna le semmit, még vagy nem talált volna kiadót. Még az is lehet, de ezzel együtt része az európai társadalomtörténet, vagy szellemtörténetnek, vagy gondolkodástörténetnek. Így egyszerűen nem ért, hogy miért ne lehetne róla beszélni, abból, hogy beszélnek a születésünk a kétszeri évfordulóján. Annak nincs semmiféle politikai konzekvenciája. Na jó, én ezt nem így értettem, akkor megmondom, hogy hogy értettem. Az Európai Uniónak annyi problémája van. Minden perc drága. Ez annyira fontos, hogy erre kellett időt pocsékolni. Hát most nézzük meg, kell egy kis protokoll. Nézzük meg, mennyi idő spórolódott, ahogy ön fogalmaz. Alig egy alkalom volt, amikor erről megemlékeztek. Én nem látom ennek a politikai jelentőségét, megmondom őszintén, pont azért, amit ön mondott, mert annyi sok egyéb probléma van, és azokkal is foglalkozik az Európai Parlament is, meg a bizottság is. Szerintem ez nem vett el időt. Szerintem a bizottság a nemzetközi kapcsolatokkal, az egymás közötti kapcsolatokkal, az atlanti kapcsolatokkal, a közel-keleti kapcsolatokkal foglalkozik eleget? Nézd, én azt gondolom, hogy ugye most ami a transatlanti kapcsolatokat illeti, rendkívül nehéz helyzetben van az Európai Unió és az Európai Bizottság azáltal, hogy az Egyesült Államok mostani, talán egész Európa mostani elnöke, az hogy mondjam, a szokványostól eltérő politikát folytat, és ezzel de nem a nép akarok semmit akarta, őt választott. Hát a népnek egy jelentős része őt akarta, nem az egész, de egy jelentős része őt akarta. De ami ennél fontosabb, amit azt gondolom, hogy ebben a pillanatban valóban a centrális probléma az Európai Parlamentben, de a bizottságban is, az a közel-keleti helyzetnek a megítélése. Ugye nagyon világos az, ami hogy... Mi általában kimerül abba, hogy elítélik Izraelt. Hát ugye, de hogyha megnézi például a legutóbbi plenáris ülésen hozott gázai határozatot, hogy kicsit büszkén mondom, hogy magamnak is jelentős része volt abban, hogy nagyon-nagyon sokat finomítottunk azon az eredeti határozattervezeten, amit beadott, és maga az izraeli nagykövet mondta nekem azt, hogy ez tulajdonképpen így elfogadható még a számukra. Szóval szeretném mondani azért, hogy nagy erőfeszítéseket teszünk annak az érdekében, hogy ne legyen ez egy ilyen egyoldalú elkötelezettségű parlament. Most haragodni fog, hogyha azt mondom, hogy itt volt az ideje. Érdekes, néppárt is úgy gondolta, tehát abszolút együttműködtek. Ezért mondom, hogy nincsenek a fontos kérdésekben nagyon lényegi különbségek, mert mindannyian pontosan tudjuk, hogy ha még egy percig visszatérhetek a közel-keleti helyzetre, hogy mindaddig, amíg nem lesz teljesen világos, hogy a Hamas és a Hezbollah azok elfogadhatatlan terrorszervezetek, amelyeket nem lehet semmiféle fajta európai pénzzel támogatni, addig nem lesz a békének esélye sem. És erről szól ez a határozat többek között. És arról nem volt idejük beszélni, hogy például Libanonban választások vannak, és lehet, hogy a Hezbollah nyeri meg a választásokat?
beszélni erről sok beszéd folyik, csak mondja meg, hogy hogy lehet ezt megakadályozni. Tehát nyilvánvalóan hát úgy például, nem hogy lehet. Az Európai Unió egyik vezető tagállama, Franciaország, egy kicsit a saját dolgaival foglalkozik, meg a volt gyarmatával is, és próbáljuk ezt befolyásolni. Ugye szeretném mondani, hogy az Európai Unió, és erről egyszer azt hiszem, talán épp önnel is beszélgettem, az ugye rendkívül sok különböző nemzeti érdek ütközik össze benne. És ezek a nemzeti érdekek időnként egy-egy ügyben győzedelmeskednek, másokban nem. Teljesen világos, hogy az egyes európai országoknak az egész Közel-Keleten, de máshol is, az Európa, a világ más régióiban is, eltérő érdekei vannak, és ezeknek az összehangolása, ez egy nem könnyű feladat, és sokszor bizony nagyon lassú feladat, ezért szokták azt mondani, hogy az Európai Unió olyan, mint egy csiga. És ha már csigákról beszélünk, van itt egy nagyon gyors csiga, az osztrák kormány, aki úgy döntött, hogy a magyar gyerekek, akiknek a szülei az osztrák, Ausztriában, nem csak az osztrák fővárosban dolgoznak, nem fogják megkapni a jövőben ugyanazt, mint amit megkapnak például az osztrák szülők gyerekei. Mi erről a véleménye? Az, amit egy hivatalos beadványban is indítottam, nevezetesen, hogy ez elfogadhatatlan diszkrimináció, erre nincs lehetősége, mondom csöndesen az osztrák kormánynak. Ez pontosan úgy fog végződni, ez a történet, mint számos más történet végződött, hogy van ennek egy nagy belpolitikai hozadéka, gondolom én. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy milyen kormány van Ausztriában, a szélső jobboldali FPÖ-vel összefogó kormány van. Nem fogják tudni ezt megvalósítani. Mondjuk azt, hogy egy koalíciós kormány van, aki kormányban. Ő nélkülük nem tudnak kormányozni. Így van, hisz nem sikerült függetlenül ez, ha végigviszik ezt a megkülönböztetés, ezt az eljárást, ez az Európai Bíróságon fog kikötni, és az Európai Bíróság meg fogja állítani a diszkriminációt, és visszamenőleg kötelezni fogja az osztrák kormányt. Vagy esetleg a hetes cikket alkalmazzák majd az osztrákok nem, ellen nyilván is? Nyilván nem, mert az osztrákok belátóbbak lesznek, és látni fogják azt, hogyha van egy bírósági határozat, akkor azt végre kell hagyni. Akik éppen belátóknak nem, készülnek. De hát ez a szokásos játék. Vagy ezek belpolitikai üzenetek Ausztria felé. Más, ez a szokásos játék, hogy most erősek vagyunk, aztán hát a bíróság így döntött, nyilván be kell tartani egy bíróság ítéletét. Ez lesz a mérkőzésnek a vége. Akkor miért baj, hogyha például Magyarország is próbálkozik, aztán van egy bírósági döntés, csak azt mondja, van bírósági döntés, be kell tartani. Ha ezt mondja, akkor nincs semmi baj. Csak emlékezzünk vissza, hogy amikor legutoljára volt ilyen bírósági döntés, akkor a magyar miniszterelnök nem ezt mondta. Aztán persze visszakozott, de elsőre nem ezt mondta. Ha van egy bírósági döntés, és azt a magyar kormány elfogadja, amikor és végrehajtja. Amikor az ember dühös elsőre, mást mond mindig. Ja, hát maga nem lehet, szokott felszegedni a feleségével időnként? Hát ha hiszi, ha nem, nem. Tű, ez példaértékű. Én is ezt gondolom, így van. Úgy látszik, betartják a 10 parancsolatot. De igyekszünk legalábbis, és akkor és a betegségek is el fognak kerülni minket. Ezt viccnek gondolta. De hát kerüljék el a betegségek. De amikor azt mondtam, hogy a 10 parancsolatot betartja, ezt azért mondtam, mert éppen a házasságról, a családalapításról nagyon érdekes előadássorozatot sugárzunk, hogy lehet egy komoly családot felépíteni, hogy lehet, hogy a feleségek, a férjek és a gyerekek teljes békességbe éljenek zsidó receptek alapján, a 10 parancsolat, illetve a Tóra alapján. Érdemes, hogy belenézzem, mert nagyon szórakoztató. Én a 10 parancsolat arra utaltam, hogy ön tudja, hogy az új EMMI élére kinevezett miniszter azt mondta, hogy ha a magyar emberek betartanák a 10 parancsolatot, akkor a betegség jelentős része elkerülné őket. A halálosbeteg. Hát ebben én csak azt tudom mondani, hogy valami alapja van, de én nem hallottam, hogy ezt mondta, de meg fogom kérdezni. Csak nézze meg. De ha megnézi a szokásokat, ha nem keverjük össze a tejest a húsossal, ha egészséges életmódot folytatunk, és nincsenek genetikai problémáink, akkor is fájhat a fogunk. Köszönöm, hogy eljött én hozzánk, és bízom szépen benne, hogy még többet jön. Köszönöm szépen, hogy itt lettem. Előzetesek, és már is következik Puskás Imre, a Fidesz szóvivője.